Kedves kollégák, a fizika történet előadásunk bevezető részének a második blokkjához jutottunk el, az absztrakt gondolkozás kezdeteinek a megismeréséhez, de mielőtt a tananyagba belekezdek, itt bukkan föl egy jelölés, amit mindenképpen szeretnénk megmagyarázni, mert az összes prezentáción itt lesznek ezek a jelölések. Ez az AFKT, ez az A fizika kultúrtörténete rövidítése, tehát a tárgy kötelező irodalmát Simonyi fizika kultúrtörténetének a megfelelő fejezeteit jelzi. Igen, nem tévedés, nullás fejezettel kezdődik a sorszámozása, mert a bevezetést a nulladik fejezetnek nevezte el Simonyi. Tehát amikor én itt valamit magyarázok, akkor a részleteket mindenki a Simonyi fizika kultúrtörténete című könyvének az itt jelölt fejezetében megtalálhatja, és ott érdemes utána nézni. Nos, ezen technikai kitérő után nézzük meg, hogy hogyan indult az absztrakt gondolkozás, ami a fizika történetének az alapját jelenti. Arról van szó, hogy nagyon nehéz a természet törvényeit megismerni. De miért? Azért, mert a természetben ritkák az egyszerű folyamatok, többnyire nagyon sok hatás egyszerre van jelen. És bonyolult absztrakció elvonatkoztatás szükséges ahhoz, hogy akár az egyszerű folyamatokat is megértsük. Egy egyszerű példa. Mit csinálnak a magukra hagyott testek? Aki már tanult egy kis fizikát, az tudja, hogy Newton első törvénye azt mondja ki, hogy a magukra hagyott testek egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Na de ki látott már ilyet? Látott valaki a hallgatóságból olyat, hogy meglöktünk egy testet, és az valóban hosszú távon egyenes vonalú egyenletes mozgást végzett? Hát nem igazán, nagyon speciális körülmények kellenek, persze tudjuk a választ, a súrlódás és közegellenállás az oka annak, hogy a hétköznapokban ezt ritkán tapasztaljuk meg, mégis elhisszük, mert egyéb módon, számtalan módon be van bizonyítva Newton első törvénye. Ugye ennek majd a kialakulását tanulni fogjuk, és rá fogunk jönni, hogy az olyan nagy kutatók, mint például Arisztotelész képtelenek voltak fölismerni ezt a dolgot, hogy a magukra hagyott testek egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznének. Ugyanis a fizika törvényének a megismerése egy elvonatkoztatást, egy modellalkotást igényel. Ennek a folyamatnak a fő lépései, nagyon fontos, hogy ez nem merev recept, de tetten érhetjük a jó fizikai elméletek esetén a következőket. Először meg kell találni, mi lényeges és mi lényegtelen. Aztán a lényeges jellemzők között kapcsolatot keresni a megfigyelések alapján. Aztán ezt általánosítani, megnézni, hogy van-e valami általánosabb szabály az egész mögött, egy általánosabb törvényt keresni, ami nem csak azokat az eseteket írja le, amiket konkrétan megvizsgáltam az előzetes tanulmányokban. Itt jön egy nagyon fontos lépés, ellenőrizni, hogy a megtalált törvény milyen körben érvényes. Érvényes-e Newton mechanikája, mondjuk a fénysebesség közelében haladó testek esetén. Kitérünk majd a fél év során erre. Vagy, ha elégedetlenek vagyunk, akkor valljuk be, hogy nem jó valami az elméletünkbe, és térjünk vissza valamelyik korábbi lépésre, akár a legelsőre is, tehát akár változtassuk meg azt, hogy rájöjjünk, hogy mi lényeges és mi lényegtelen, és legyünk képesek felülírni a saját korábbi alapgondolatainkat. Nagyon sok megrekedés a fizika történetében ezzel kapcsolatos, hogy nem voltak képesek a kutatók fölülírni a korábban elfogadott alapelveket. Könnyű ebben az egész folyamatban bárhol hibát elkövetni. Hogy egy konkrét példát mondjak, Arisztotelész a saját tapasztalataira alapozva azt mondta, hogy a földi mozgások forrása mindenképpen egy élőlény kell, hogy legyen. Mert az élettelen tárgyakat meglöktünk egy követ, egy szekeret, előbb-utóbb mindenképp megállította valami, és azok úgy maradtak későbbiekben,
Tehát Arisztotélész azt mondta, hogy ha egy szekeret mozgásba akarunk tartani, akkor ökröket kell befogni eléje, vagy lovat, vagy emberekkel kell tolni, húzni, de élőlény kell a mozgás fenntartásához. És ezért Arisztotelész azt mondta, hogy a mozgásuktamban lényeges, hogy a tárgyak élőke vagy holtak. Ma már tudjuk, hogy ez nem lényeges, persze ismerve az izomnak a biofizikáját, biokémiáját, meg ilyesmit, de az élettelen tárgyak is képesek mozgásban maradni, ha valami nem fékezi le őket. Szóval Arisztotelész például már ott elrontotta a mechanikáját, hogy azt hitte, hogy az élő vagy élettelen volt a tárgynak, az lényegtelen. Tanulunk később erről részletesebben. No, az abstrakcióról szeretnék egy kicsit konkrétabb példát is mutatni, talán bolondosan fog kinézni ez a példa, de remélem mindenki megérti, hogy miért hozom ezt be az elején. Hogyan néz a fizikus egy babakocsira? Itt egy babakocsi, itt egy aranyos kislány, aki tolja a babakocsiba néhány játékbaba. A fizikus, hogyha le akarja írni ennek a babakocsinak a mozgását, akkor egyszerűsíti. Nem érdekel, hogy milyen színű a járda, nem érdekel, hogy milyen aranyos a kislány, aki tolja. Csinálok egy ilyen vázlatot a babakocsiból, ami csak a leglényegesebb dolgokat tartalmazza, de valójában ezt tovább egyszerűsítem, és egy ilyen vázlatot csinálok belőle, ami csak a kerekeket, tartószerkezeti elemeket, meg az erőket tartalmazza. Na most, nem veszítünk valami nagyon fontosat, amikor ilyenné egyszerűsítjük ezt az objektumot? Hát természetesen veszítünk például az esztétikából. Egy ilyen babakocsit odaadnám ennek a kislánynak, nem igen játszana vele, mert azt mondta, hogy hú, de csúnya. De ugye a fizika nem az esztétikáról szól, hanem meg akarjuk ismerni mondjuk az erőket. Vagy például választ keresünk arra a kérdés, hogy milyen sebességgel tolhatjuk ezt, hogy ne boruljon föl. Vagy milyen meredekségű lejtőn borul ez föl. Akkor lényegtelen a szín, lényegtelen a babáknak a pontos alakja, csak a tömege meg a körülbelül elhelyezkedése az, ami számít. Egy fizikus tehát elvonatkoztat, leegyszerűsít, és ez a fizikának egy nagyon-nagyon fontos mozzanata, ezt látjuk majd az egész fél év során, hogy mivé egyszerűsítjük a dolgokat, hogy megismerhetők legyenek. Sokan erre azt mondják, hogy a fizika ezért lényeges dolgokat veszít el, és nem tudja megismerni a világnak a teljességét. És mondják ezek az emberek, hogy az igazi megközelítés metafizikus, fizikán túli, érzékelésen túli, tehát csak megérzésekkel, meditációkkal, az univerzummal való egység megélésével és hasonlókkal lehet megérteni a természetet. Nyilván valamilyen szempontból igazuk is van ennek, de azért az túlzás lenne, mint amit sokan kijelentenek, hogy a fizika és a többi természettudomány az egyenesen téves vagy káros megközelítésű lenne. Megvan annak a maga területe. Ugyanis az absztrakt megközelítés számtalan sikert hozott a fizika történetében, meg az egész emberiség történetében, de persze nem jelenti azt, hogy mindenre vonatkozna. Például senki se akarja egy zenemű szépségét fizikai elvekkel leírni, vagy az erkölcse vallása alkalmazni a fizika törvényeit. Viszont az tagadhatatlan tény, hogy a természeti jelenségek előrejelzésében, befolyásolásában a fizika sokkal sikeresebb, mint a metafizika. Beleélhetem magam egy kő lelki világába, és úgy érezhetem, hogy egyesültem a kővel, csak hogy ettől még nem fogom tudni megmondani, hogy a követ milyen sebességgel és milyen irányba dobjam, hogy eltaláljam, mondjuk egy ősember gondolkozását tekintve, eltaláljam azt az állatot, ami kell nekem ahhoz, hogy túléljek, és azt az állatot le kell vadászni. A természettudományok nélkül sokkal kevesebb ember élhetne a Földön, és azok is sokkal rosszabb körülmények között. Most ezekben az időkben, talán amikor ezt mondom, sokan az orvostudományra gondolnak, és valóban az eddigi vakcinák is
rengeteg ember életet mentettek meg, mondjuk a torokgyík vagy ilyesmire gondolunk. De most, ha a fizikára megyünk vissza, egyszerűen az, hogy vannak olyan berendezéseink, amikkel traktort tudunk építeni, és ugyanabból a földterületből sokkal több élelmiszert tudunk termelni, ez teszi lehetővé, hogy annyi ember élhessen és olyan körülmények között, ahogy élünk. Vagy hogy legyen egy gázkazánunk otthon. Emögött is rengeteg természeti törvénynek a megismerése van, amit sokszor évezredekig tartott feltárni. Nos, visszatérve a fizikatörténet anyagához, egy nagyon fontos fogalmat szeretnék elmagyarázni, a kódolást. Hát kódolás, most itt a fizikatörténeten belül, a fogalmak hozzárendelése a fizikai valóság jellemzőihez. Ezt értem kódolás alatt. Például szöveggel, számokkal, ábrákkal jeleníteni meg a valóságnak valami bonyolult komponensét. Nagyon fontos megismerni a kódolást, mert rossz kódolással nem sikerül a törvényeket se felismerni, de mindjárt mutatok majd példát, és azt hiszem mindenki megérti ezt. Előtte még általánosan megjegyezném, hogy időnként a kódoláson is igazítani kellett a tudomány történetében, és újra kezdeni egy-egy területnek a rendszerezését, hogy például a mozgástant le tudjuk írni. Na, túl általános vagyok, legyek konkrétabb. Hogyan lehet kódolni egy bölényt? Hát ezt a bölényt, aki ilyen csúnyán néz ránk, elég nehéz kódolni, de ugye mondjuk az ősember világának nagyon fontos része volt mondjuk egy ilyen bölény. Egyrészt veszélyforrás, ha letapos, másrészt viszont húsforrás, hogyha én tudom levadászni. Tehát nagyon fontos. Hogyan lehet lekódolni egy ilyen bonyolult, nagyméretű valamit, ami kétségtelenül fontos része a világnak? Hát az egyik kódolási mód a szöveggel való kódolás. Itt a Wikipédiából kikopipészteltem a bölény leírásának az elét, eszem ágába sincs felolvasni. Az a lényeg belőle, hogy hát, ha elolvasuk ezt a szöveget, valami képet kapunk a bölényről. Mérete 3,5 méter hosszú, 1,8 méter magas, hasonlít a szarvasmarhához, milyen a szőrzete, szóval szövegesen valami fogalmunk lesz már. Ez a bölénynek a szöveges kódolásának egy része, nyilván sok oldalnyi tanulmányt lehet írni a bölény viselkedéséről. De már az ősember is alkalmazott rajzos kódolást, a leghíresebbek ezek közül a barlangrajzok, ahol elég jól felismerhetően megtalálhatjuk a bölénynek a rajzait. Ez fontos volt ugye az ősember számára, hogy néz ki a bölény, mik a részei. Ugye egyrészt a vadászatkor, másrészt a feldolgozáskor volt fontos, meg aztán kulturális jelentősége is volt a zsákmányállat ábrázolásának. Egy modernebb bölénykódolás, ez egy CAD modellje a bölénynek, egy háromdimenziós modellje kivetítve. Ez is elmond valamit a bölényről. Valami mást, mint az eddigiek. Ez jobban írja le a térbeli szerkezetét, viszont a szőréről nem mond semmit se, vagy a mozgásáról. Vagy az indiánoknak a bölénytánca. Az viszont arra fókuszált, hogy hogyan mozog a bölény. A mozgását utánozták valamilyen formában. Tehát ugyanazt a bonyolult dolgot, mondjuk a bölényt, nagyon sokféle módon le lehet kódolni. Most egy picit rendszerezetten próbáltam összeszedni, hogy a természeti jelenségek kódolására miket használt az emberiség, szöveges törvényeket, alapelemek keresését, mindjárt erre külön kitérek, számmisztikát, megfeleltetés az emberi testtel, tehát például az égbolt bizonyos részeit a kézzel, lábbal, bizonyos égi testeket hoztak összefüggésbe. Ez is egyfajta kódolás, hogy sikeres vagy sikertelen, az egy másik kérdés, de próbálkoztak ezzel. Geometria, erre eddig is láttunk példát, akár a 3D-s bölény rajzra gondolunk, akár a barlangrajzokra. Vagy számszerű összefüggések keresése. Hát ez utóbbi lesz a legsikeresebb a természet megismerésében, tehát a fizikában. A modern fizika nagy felfedezése,
A matematika jó kódolást ad a természet leírására, tehát elsősorban geometriai és számszerű összefüggéseket használunk a fizikában. De természetesen van szerepe a szöveges törvényeknek is még. Már azt mondjuk, hogy az emberi teste való megfeleltetésnek nem fontos a szerepe, de a tudománytörténetben ez szerepet játszott. Említettem, hogy az alapelemek, mint kódolási lehetőség nagyon fontos volt a fizika és a természet tudományok történetében, úgyhogy erre szeretnék kitérni egy picit. Különböző kultúrák különböző számú alapelemre bontották fel a természet alkotóit. Például a klasszikus görög 4 alapelem, amiről majd tanulni fogunk, a tűz, levegő, víz és föld, és ezeknek a viszonylatába tudták mondjuk a forróság, szárazság és a többi alapfogalmat ismerni a görögök. Ezzel szemben a kínai kultúrában 5 alapelemre bontották föl a természeti tárgyakat, föld, tűz, fa, víz, fém. Hát eleve a darabszám nem stimmel a kettő között, de azért vannak például a föld, az megegyezik, a tűz, az megegyezik, a víz megegyezik, aztán levegő az itt nincsen, hanem fa és fém van helyette. Melyik az igazi? Hát modern tudomány szempontjából azt mondhatjuk, hogy egyik se az igazi, mert a periódikus rendszer az igazi az alapelemekbe, de mégis megragadtak ezek a 4 vagy 5 alapelemes elképzelések valamit a természetnek a leírásából. És ha leírtak egy tárgyat úgy, hogy melyik alapelem milyen részben játszik szerepet az ő felépítésében, akkor ezzel valami módon leírták annak a tárgynak a viselkedésének egy részét, legalábbis a görögök vagy a kínaiak. Ez már egy absztrakció, hogy nem a tárgy részleteivel foglalkozunk, hanem az alapelemeivel, és bizony sok minden leírható ezzel. Nem csak az élettelen dolgok, hanem az élő dolgok is, például, ha az ember lázas, akkor túl sok benne a tűz jellegű dolog. Ha kiszáradt, kevés benne a víz. És ezeknek az egyensúlyára való törekvése még mondjuk az orvostudománynak is adott mankókat, adott útmutatókat. Nézzük csak, hogy egy ismert természeti jelenséget, ami most már egyre jobban afele vezet, amit mi fizikának nevezünk manapság, egy eldobott kőnek a repülését hogyan tudjuk leírni. Hát például, hogyha testmozgással akarjuk leírni tornaórán, akkor a tornatanár bemutatja, hogy hogyan kell egy követ jól eldobni, nem követ, hanem mondjuk labdát vagy gerejt eldobni, és gyakoroljuk. Ez is egyfajta dolog, hogy hogyan érdemes eldobni a tárgyakat. Ezt az izmunkban érezzük, ezeket a dolgokat. Vagy lehet erre szöveges tanácsokat adni. Ha messzire akarsz dobni, nagy sebességgel dobd, és se túl laposan, se túl meredeken. De persze a fizika le tudja ezt írni képletben is. Viszintes talajon az eldobás távolsága, ha elhanyagolt a közegellenállás, így függ az eldobás sebességétől, az eldobás szögétől, meg a gravitációs állandótól. És ennek a függvénynek az elemzésével exaktul kijön, hogy 45 fokos szögbe kell eldobni, hogy adott sebességgel a legmesszebb haladjunk. Vagy ugyanezt lehetne grafikonon is ábrázolni, az egy geometriai megjelenítése a dolgoknak. Vagy meg lehet próbálkozni az alapelemekkel való leírással, ugye ezt a görögök fogják majd csinálni, majd tanulunk erről, és azt mondani, hogy a kő az a föld alapelemből van, ezért vissza akar térni a földbe, és nem lehet ezt megakadályozni, mindenképp le fog esni előbb-utóbb a kő, csak egy picit késleltetni tudjuk, ha megzavarjuk a nyugalmi állapotát. Hát, valamit elmond ez a repülőkörről, de mondjuk a dobás távolságáról kb. Csak annyit, hogy ha jobban erőködünk, messzebbre megy a kő. De ez is egyfajta kódolás az eldobott kő repülésére. Nagyon könnyű volt az évszázadok, évezredek folyamán tévútra tévedni. És ezért nem illeti gúny a régi embereket. Igaziból csak akkor, hogyha már
fölismerték világosan a tévutat, és még mindig azt követik, hát mondjuk aki manapság a csillagjósásba hisz, hát azokat fogom néha gúnnyal illetni, de mondjuk a régi embereket, mondjuk egy ókori ember, hogy hitt az asztrológiában, a csillagjóslásban, azaz azt hitte, hogy az emberek birodalmak sorsát égi jelenségek is befolyásolják. Látni fogjuk, hogy ebbe volt némi észszerűség. Ma már tudjuk, hogy nem igaz, de volt benne észszerűség. Vagy abban is volt észszerűség, hogy a számok minőségi jellemző, például az osztóinak a száma és hasonlók között, és az ilyen számosságú csoport tulajdonságai között voltak megfeleltetések, ez a számmisztika. Vagy az emberi test és a kozmosz részeit megfeleltetik egymásnak. Ez még a keleti gyógyítási technikák egy részében ma is tetten érhető. Vagy a makroszkópikus alapelemekkel, föld, víz, levegő, tűz, magyarázza a dolgok természetét. Ez is valamit elmond a természetről. És most szeretnék külön kitérni a csillagjóslásra, az asztrológiára, mert sajnos ma is kinyitunk egy napi lapot, és ott van benne a horoszkóp, és falnak megyünk, legalábbis én falnak megyek ezektől. De nézzük csak, hogyan gondolták a régi emberek azt, hogy az égi jelenségek befolyásolják a földieket. Nagyon sok egymásnak ellentmondó változat létezik. Például a kínai asztrológia teljesen más, mint az európai, és az teljesen más, mint a mondjuk az amerikai földrész őslakosainak, tehát mondjuk az inkáknak vagy a majáknak az asztrológiáról alkotott elképzelései. A klasszikus asztrológián én most az Európában elterjedtet említem, ezeknek az elemei azért a többiekben is felbukkannak, de más kombinációban. Nos, az asztrológiának az alapgondolatai a következők. Az égbolt legfontosabb rész az úgynevezett állatöv, a zodiákus, az a terület, amely előtt a nap egy év alatt a Földről nézve végighalad. Tehát azon csillagképeknek a halmaza, amibe a nap a látszólagos mozgása során belekerül az év folyamán. Az állatövet 12 különböző tulajdonságú területre, állatövi jegyekre osztják be, ezt mindenki ismeri, mert a budjant napilapok irogatják ezeket, hogy oroszlán, bika, stb., és akkor megvan, hogy aki a bika jegyébe született, az ne, mit tudom én, udvaroljon oroszlán jegyébe születettnek, mert azok mindig veszekedni fognak, és akkor ilyen bolondságokat írnak, de az égbolton 12 csillagképre van beosztva az állatöv. Ezek valóban a csillagászat által is használt csillagképek, mondjuk az oroszlán, vagy a mérleg, vagy a nyilas. Csak hát ugye a csillagászok nem tulajdonítanak neki sorsbefolyásoló jellemzőket. Ezzel szemben a csillagászat azt mondja, hogy a jegyeknek, az állatői jegyeknek, és az égi testeknek, mint például nap, hold és bolygók, vannak tulajdonságai, mondjuk, hogy melyik alapelem felel meg nekik. Például, mondjuk, ezt most nem tudom fejből, csak példaképp mondom, mondjuk az oroszlán az tűzjellegű, a Jupiter az pedig vízjellegű, nem tudom, hogy így van-e, ezért, hogyha az oroszlánban áll a Jupiter, akkor ott ellentét van a jegyek között, és akkor ez ilyen belső feszültséget ír le. Ezen felül még egy adott helyről, mondjuk valakinek a születése helyéről, a születése pillanatában, az égtáj szerint hogy helyezkednek el a csillagképek és bolygók, az égtáj szerint is 12 házra osztják fel az égboltot, és ezeknek az égi házaknak is megvan a maga tulajdonsága, és például, hogy az első házba esőknek az a jelentőség, hogy az, mondjuk az ember élet elején mi vár az emberre, mit tudom, a hatodik házba levőknek, meg a halála környékére eső dolgokat jellemzik. Hát, tehát van az égbolton 7 szabad szemmel látható égitest, nap, hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, van 12 állatövi, egy 12 ház, ezek a Föld,
forgása és keringése miatt össze-vissza változnak, ezeknek nagyon sok kombinációja lehetséges, és ezeknek a kombinációknak a harmóniája vagy diszharmóniája határozza meg az égnek a hatását egy emberre, vagy egy birodalomnak a sorsára. Itt két képet mutatnék be. Mai szemszögből már tudjuk, hogy itt van a nap középen. E körül kering a Föld. A különböző hónapokban különböző irányokban vagyunk, ezért a napot a különböző állatövi jegyek, itt a latin neveik vannak az állatövi jegyeknek, a különböző állatövi jegyek irányába láthatjuk. Tehát itt van a kos, a bika, az ikrek, a rák, most nem sorolom föl, mindenki ismerheti ezeket. És például azt mondta az asztrológia, hogy a egyes állatövi jegyeknek különböző testrészek is megfelelnek, mit tudom én, például a halaknak a lábfej, ezért, hogyha a halak jegyében valami gubanc van a bolygók között, akkor egy ember születésének az időpontjában, akkor annak a lábfejével lesznek bajai, vagy a mellkasnak a rák felel meg, és akkor ilyen módon próbálták, hogy melyik állatövi jegyben milyen bolygó dzsembori van, megmondani, hogy az adott embernek milyen érzékenységi területei, vagy milyen betegségei lesznek, sőt, még hát a gyógyításra is próbáltak következtetéseket levonni. Na most, az asztrológia kritikája. Tudjuk már, hogy nem igaz ez. De azért meg kell említeni, hogy néhány esetben tényleg van összefüggés az égi és a földi dolgok közt, de mára ezeket az valódi természettudomány felderítette, és nem az asztrológia szerint vannak ezek az összefüggések. Mégis most meg akarjuk ismerni a régi ember gondolkozását, és ezért a tévutatokat is be akarjuk járni. Úgyhogy szeretnék említést tenni három ilyen tényleges összefüggésre, ami megtévesztette a régi embert. Például a nap delelési magassága és az időjárás összefüggése. Mikor következik be a nyár? Az egyértelműen a nap állásától függ, és mondjuk a nap kelési és nyugvási irányainak a megfigyelésével ezt meg lehet ismerni. Tehát úgy tűnik, hogy a nap befolyásolja, hogy eljön-e a nyár. Ez valódi kapcsolat, de ma már tudjuk, hogy ez mindenféle hőáram, hősugárzás, talajhőkapacitás, éghajlati öv, meg ilyenekkel írható le. Valódi kapcsolat van a nap delelési magasság és az időjárás közt, meg a között, hogy mikor érdemes elvetni a búzát, meg hasonlókat, de tudjuk ma már, hogy ez nem valami misztikus, kozmoszt átjáró erőnek köszönhetően a fizika által leírható fogalmaknak. Vagy teli holdkor nagyobb a dagály. Ősidők óta ismert ez. Ma már ezt a gravitációval jól le tudjuk írni. Vagy látni fogjuk Galileinél és Newtonnál, ez fontos szerepet fog vinni. Vagy az ókori Egyiptomban figyelték, hogy a Sirius mikor kel fel együtt a nappal, és a Nílus áradásának a kezdetére tudtak erre következtetni, ami nagyon fontos volt az akkori mezőgazdaságnak. Ma már tudjuk, hogy ez csak egy véletlen egybeesés, mára már nem is igaz. Változott az éghajlat, kicsit változott a Föld tengelyének a dőlészöge, és mára a Nílus áradása nem is akkor kezdődik, amikor a Sirius együtt kel fel a nappal. De minden esetre az ilyen összefüggések megerősítették az ókori embert, hogy az égi dolgok kihatnak a földiekre, és hát néha valódi, néha nem valódi kapcsolatokra jutottak, következtettek ezért a régi emberek. Itt egy képet szeretnék mutatni. Egy planetárium program segítségével leszimuláltam időszámításunk előtt 1000-ben, július 1-én, amikor kel föl a nap, itt láthatjuk a kelő napot, akkor tőle jóval odébb, tehát meg tudjuk figyelni az égbolt legfényesebb csillagát, a Siriust is kelésben, és ezt figyelték meg az ókori egyiptomiak, amikor ez bekövetkezett, hogy a nap fölkel, és ugyanakkor kel fel a Sirius is, akkor tudták,
hogy megkezdődött a Nílus áradása a felső folyásnál, tehát elő kell készülni, mert nem sokára, egy-két héten belül megérkezik a nagy víztömeg. Egy megjegyzés, ezt egy planetárium programmal csináltam úgy, hogy kikapcsoltam a légkört, hogy ne ragyogjon itt kéken a fönti, narancsosan pedig a napkelte környéki rész, hogy jobban lássuk a Sirius-t. Ez is egyfajta abstrakció, hogy eltüntettem a légkört erre az ábráról, hogy a lényeget jobban láthassuk. Egy valódi napkelte, az persze gyönyörű színeket is tartalmaz, csak éppen nehezebbé teszi a Siriusnak a megfigyelését. És végül az utolsó gondolat ebben a videóban a következő. A komoly vizsgálatok nem igazolták az asztrológiát. Több száz év komoly vizsgálatairól beszélek. Önellentmondások és ellentmondások vannak a különböző rendszerek között. Teljesen összemérhetetlen mondjuk a kínai meg az európai asztrológia. De akkor melyik az igaz? De még az európai asztrológián belül is, hogy az első házat a határ a horizonttól számoljuk, vagy ott az első ház közepe van, ebbe se tudnak megegyezni az európai stílusú asztrológusok, pedig jelentősen befolyásolja a gondolataikat. Rengeteg statisztikai vizsgálat történt. Én magam is csináltam ilyet. 11 000 híres magyar ember születési időpontját vetettem össze, hogy például azok, akik matematikusok lettek, azoknak valamilyen, akármilyen speciális dolog a születésük pillanatában az égen látszott-e. Nincs kapcsolat ezek között. A hatásmechanizmus ismeretlen és ellentmondásos. Hát például miért a születés időpontja számít? Ha átjön valami kozmikus hatás a sok milliárd kilométeren, a légkörön, a felhőkön, meg mindenen, akkor miért a születés időpontja számít például? Vagy leárnyékolja ezt a kozmikus hatást, hogyha valaki egy pincébe születik? Szóval teljesen ismeretlen és önellentmondásos, amiket az asztrológusok mondanak erről. Mára tehát tudhatjuk, hogy ez csacskaság volt. Mégse nevetjük ki a régi asztrológusokat, mert látjuk, hogy voltak valódi mechanizmus, valódi kapcsolatok. Csak rájöttünk, hogy hogyan kell ezeket megismerni. Miért hisznek benne ma is sokan? Azért, mert az emberek szeretik hinni, hogy a dolgok közti összefüggések egyszerűek, és képletek nélkül, matematika nélkül megérthetők. Hát az a tapasztalat a természettudományoknak, a fizikának, hogy kell az a fránya matematika, annélkül nem tudjuk leírni a természeti folyamatokat. De az emberek szeretnék, és az asztrológia egy egyszerűbb világképet sugároz. Megismerhető a jövő, van valamiféle stabilitás az univerzumban, talán az ebben való, az, hogy ebben hinni akarnak az emberek, talán az vezet oda, hogy még ma is sokan elfogadják a nyilvánvaló csacskaságai ellenére a csillagjóslást. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban a tudomány kezdeteiről szólunk.